Üdvözletem, Juhász Pál vagyok. A Crewworld Team filmes társulat egyik alapítója, és az első három kisfilmben, illetve későbbiekben három egész estés film, játékfilmikben vettem részt. Elsőként rendezőként, akkor még közös volt minden, közösen oldottunk meg mindenféle problémát, a végére pedig gyártásvezetőként. Ez egy érdekes történet, ugyanis az egész annak idején úgy indult, mint ahogy minden kisgyereknél indul. Mesekönyvek, van ennek egy fokozata, aztán kezdődtek a sci-fik, minden, ami megmozgatja a fantáziát, és ugye egyértelműen következett a vonal, hogy horrorfilmek, amelyek megmozgatják a fantáziát. Bernát Zsoltival annak idején nagyon jól egymásra találtunk ezekben a dolgokban, és mivel nagyon sok azonosság is volt, mind zeneileg, mind filmes motivumokat tekintve, így hamar tudtuk azt, hogy nekünk is alkotói útra kell térnünk, és hozzájárulnunk ehhez az egészhez valamilyen formán. Most, hogy mennyire horror rajongó, akkor tehát nagyon-nagyon benne voltunk, ebbe élő lexikonokként mozogtunk, és fejből kentük-vágtuk azt, hogy melyik rendező, melyik filmmel, meg ki hogyan. Aztán utána évek múltán mostanra persze ezek a dolgok azért valamilyen formán elkoptak, de ezt a fantáziát megmozgatni dolgok szeretete a mai napig megmaradt. És talán nem is véletlen, hogy a végére mind a ketten ugyanoda kötöttünk ki. Mese. Zsolti mesekönyveket ír, én mesefilmeket csinálok animációba, úgyhogy. De lényeg az, hogy szórakoztatni. És a horror alkalmas volt erre. Akkor tájt erre, ehhez értettünk, ehhez voltak képességeink, nem volt pénzünk autókat robbantani akciófilmekhez, nem voltak karakterek, hogy Jim Carrey-t szerezzünk, aki visz egy vígjátékot. Viszont nagyon jól meg tudtuk valósítani ezeket a motivumokat, amelyek kellenek egy-egy horrorfilmben, mint a Hasfalmetszőben, pár ügyes effektes srácnak a segítségével. Úgyhogy ez az önkifejezésnek akkor egy nagyon jó kis módja volt, ami hatékony volt. Mindenféleképpen élmény volt, és szerettük akkor tájt ezeket a filmeket, hogy horror. Hát minden filmnek független a műfajtól ugyanaz a receptje általában. Szóval, hogy a dolgok a helyén legyenek. De amikor a gyártás zajlik, akkor is az előkészületekben, az utómunkálatoknál, aztán utána az utóéletet gondozni, vagy pedig mit tudom, szponzorokat felkutatni. Maga a gyártás ugye az a dinamikusabb időszak, és hát az ott össze tudnak sűrűsödni a dolgok, és de azt hiszem elég ügyesen a lehetőségeinkhez képest meg tudtuk oldani annak idején ezeket a dolgokat. Például Zsolti felvett egy helyszínen, egy belső helyszínen éppen egy jó kis trancsírozást, addigra, mikor a végzett, addigra kijött, addigra már ott volt a következő felvétel helyszín, amit már rögtön lehetett is kezdeni, egy teljesen felépített műtemető élő halottakkal, akik kimásznak a sírból, meg ilyesmi, bevilágítva. Úgyhogy ezek kihívások voltak, de hát az ember akkor tájt az akkori alkotócsapattal, legalábbis úgy voltunk, hogy mindenki beletette szívét, lelkét, és így tudtak ezek a dolgok elkészülni, egyediek lenni, meg olyanok, amelyekről a mai napig is érdemes beszélni. Vegyesek ezek az érzések egyébként, mert a horror mint műfaj számtalanszor bizonyította azért már a létjogosultságát. Van rá igény. Viszont Zsoltival is beszéltük annak idején többször, hogy minket is elkönyveltek ezek után, az első időszakok után, úgyhogy na, ezek olyanok, akik darabolnak, trancsíroznak, vér, hát milyen aberrált lelkület lehet az ilyesmi. Holott a valóság nem erről szólt, a valóság az arról szólt, hogy, mint ahogy mondtam az előzőekben, erre volt lehetőségünk. Erre volt módunk, hogy ezt tudjuk megcsinálni, hiszen nem tudtuk autókat robbantani, nem volt Jim Carrey-nk, meg voltak ilyen
problémák, illetve hát a költségek tekintetében is, hogyha már nézünk egy költségvetést egy filmnél, azt azért mindenki tudja, talán még a laikusok is, hogy a legolcsóbb műfaj a költségek tekintetében, pláne most már ugye, hogy minden digitálisan oldanak meg, de akkor tehát ez még elképzelhetetlen volt. És hát a horror ez egy jó stílus, egy jó műfaj. Az ember idősödik, persze már másként gondolkodik, meg változik a szemlélete, komolyodik talán, hogy úgy mondjam, de azért az alapokat nem szabad elfelejteni, hogy honnan indult, és azt tudomásul kell venni, hogy mai napig is készülnek, és nem véletlenül készítenek jó horrorfilmeket, mert van közönsége. Mivel a vége a filmnek ilyen rajtaütésszerűen, mintha tényleg a klasszikus 35 mm-es filmnek elvágnák ollóval, úgy kellett megoldanunk, hogy nem tudtuk végül is befejezni, ahogy szerettük volna. Szerintem rendeztünk volna, hogy ha lett volna rá idő, meg lett volna rá még mindenféle kapacitás, de főleg mentálisan is, ami kell ehhez az egészhez, akkor a végén rendeztünk volna, hogy Alkonyattól Pirkadatig mészárlást ott a lövöldözős mosztával és puncsossal, úgyhogy mindenféleképpen akkor átment volna a dolog egy ilyenbe, egy látványosabb részbe, de ha csak azt nézem, amennyi elkészült, meg ismerve azt, hogy milyen viszonyok voltak így, akár országos szempontból is, egyedi volt és kimagasló, amit meg tudtunk akkor valósítani. A filmkészítés az egy nagyon jó dolog, mindenféleképpen vállalna az ember, most hogy a műfaját tekintve horror vagy mesefilm, mint ahogy visszajutottunk az eredetekhez, mind a Zsolti is, mind én, így vénségére az ember, a filmkészítésért magáért igen. Horrort már nem biztos, hogy akarnék meg. Bár láthattuk az öregeknél, a nagymestereknél, Argentónál, meg aki ugye a mai napig is aktívan csinálja ezeket a dolgokat, hogy azért van még az energia, ami viszi ezt a vonalat tovább, úgyhogy mindenféleképpen tiszteletre méltó az övéké. Csak hát az egy más lehetőség, miénkhez képest megint egy másik lehetőség. Sziasztok, Budai McFly Gábor vagyok. A Cruelworth tímes filmekben játszottam a Hasfalmetszőkben, mint bérgyilkos és a végén zombi. Aztán a Sohase volt Glóriába, mint egy beépített ügynök a gengszterek között, Ruszki néven. És vezettem is, pedig még jogsim se volt. Nem sorolom magam a zenészek közé, mert annyira zenélni nem tudok, én inkább csak ordibálok a zenekarokban, ott a zenészek között. Még a 2000-es évek előtt volt egy Csótányok nevű ilyen rap-metált játszó zenekarunk. Az úgy 2002-ig prosperált, utána fölbomlott. Külön ment az élet, külön vitt minket. Aztán egy jó pár évvel később pedig egy jó barátom hívott, hogy menjek már neki kordibálni, mert ott játszanak ketten a Jimmyvel, aztán kéne már egy énekes, hogy menjek neki kordibálni, és akkor szép lassan beúztak a zenekarba, ez most már vagy 12-3 éve volt, és most egy jó éve pedig még egy másik formációba is ugyanígy ordibátor vagyok. Az egyik a Pop Macap, a másik pedig a Gat Kings zenekar. Inkább fiatalabb koromban voltam horror rajongó. Nekem a Halálhajó horrorfilm volt az egyik, az így jó volt, hogy volt benne ilyen jó kis pszichos rész is, meg skifi rész is, meg ugye a rendes véres jelenetek is. Tehát így nekem nagyjából ez a csúcs a horrorfilmekben, meg a
meg hát a saját filmjeink, a horrorfilmjeink, amiben játszottam. Még van az a, egy ilyen horror paródi, az nagyon véres, a végén fűnyíróval kaszabolja szét a zombik. A Hullajó? A igen, az még tetszett fiatal koromban. Úgyhogy így nagyjából ez a... Ja, hát meg a Tarantinónak az Alkonyattól Pirkadatig, még azt csipem. De már régen nem nézek ki horrorfilmeket. Átálltam a rajzfilmekre, mert sok a gyerek. Hát igen, ők a háttérben igazából nem nagyon vegyültünk, legalábbis én velük a forgatás során. Én személyesen nem igazán ismerem őket, sajnos. Jó fejek. Többször megnéztük a gyerekekkel is, nekem megvan otthon. Jókat nevetgélek rajta. Meg előjönnek a filmből a forgatásról, előjönnek a film által az emlékek, azért felnevetek néhány dolgon, amiket ugye kulisszák mögött voltak, nem láttak a nézők. És a gyerekeknek hogy tetszett? Jó kis jókat nevetnek rajta, az biztos. Köszönjük szépen, király. Még annyit, ha elmondhatok, gyerekeknek szoktam mesélni, vannak azok a részek, mikor így a holttest, vagy a testdarabok vannak, megy rajtuk végig a kamera, és ugye el szoktam nekik mondani, hogy amikor volt a forgatás, Venyimen voltunk a valami kastélyban, és tök sötét volt, az a pár lámpa volt, amit vittünk, és mentünk ott végig, néztük, hogy a Matyék mit alkottak, és hát borzalmas volt élőbe, tehát az, a film nem adja vissza. Az ott nagyon durván úgy nézett ki, mint tényleg egy mészárszék lett volna. Bernács Zsoltit ismerem gyerekkorom óta, egy lépcsőházban nőttünk föl. Én olyan 14 lehettem, 11, amikor összebarátkoztunk egymással, lejártunk, följártunk egymáshoz. Képregényeket olvasgattunk, meg kétkezettes magnóval másolgattunk zenéket, meg hát így el voltunk mindkét gyerek igazából. A Cruel Teamnek a filmjében, hát nagyjából mindigben részt vettem. A Hasfalmetszők az már nem az első volt, hanem előtte volt még egy vagy kettő, még Legyen világosság, Kárhozat, ilyesmi. Aztán itt a Hasfalmetszők, aztán Isten meg a Sátgán, sohasem volt Glória, Illúziók, Sherlock Holmes nevében, Aura, igen, aztán ez a sorrend. Én nem vagyok akkor a horror rajongó, mint a Zsolti, ék, Palival, ők inkább azok voltak. Én igazából a zenében is, meg így a filmekben is nagyon szeretek mindent. Tehát szeretem a fűrészt is, meg szeretem a romantikus vígjátékot is. De amikor annyira rajongó, hogy én tudjam, hogy melyik filmet, melyik horror rendező, rendezés, milyen... tehát ennyire nem, de szeretem tényleg a jól megcsinált, nem gagyi horror. Tehát nem ezt, amikor nem csak arról szól, hogy véres, mint a Hasfalmetszők, hanem mondjuk van jó sztoria, akkor azokat szeretem. Hát annyiból egyszerű volt együtt dolgozni a csapattal, hogy a Zsoltit jól ismerem, tehát mi már nagyon összeszoktunk, így mindenféle kommunikációban egymással, tehát így dolgozni egyszerű volt. Zsolti, mint rendező, rendezte a többieket, meg igazgatta a dolgokat. Én nekem a Zsoltival kellett mindig igazából kommunikálni, mint rendezővel, operatőrként. Hát mindig elégedetlen voltam részben, meg részben elégedett is. Tehát, hogy azt, amit akartunk, nagyjából kihoztuk, de persze mindig lehetett volna belőle többet kihozni, mindig bele lehetett volna még rakni, de hát ennek sokszor anyagi oldala is volt, idő, tehát nem pont a pénz miatt talán, vagy nem tudom, hát nem volt idő, mindenkinek meg volt a maga dolga, ugye nem volt rá sok idő, de meg hát mindig kellett fejlődnünk is szakmailag, úgymond, mert tényleg az első film még, az még szégyenletes, mondjuk operatőri szemmel. De később meg egyre jobbak lettek, és egyre jobban vállalhatóbbak lettek már a filmek. Hát nagyon ritkán kerülök abba a helyzetbe, vagy egyáltalán kerül elém a film, vagy a filmek, hogy belnézzek. Néha bele szoktam, de inkább az újabb abba. Tehát a Hasfalat szerintem, nem is tudom, hogy mikor láttam utoljára, nem tudom, talán 10 éve, nem tudom, nagyon régen. Inkább az újabbakat néztem meg.
Hát egy jó emlék, szép emlék, főleg így a fiúkkal, így a szereplőkkel, meg a stábbal ez az egész együttműködés, a közös munka, ez egy szép emlék. Meg jó, de mondom, nem a szakma csúcsa, vagy nem, tehát nem erre vagyok a legbüszkébb. Ez egy olyan jó állomása volt az életünknek, ami egy jó szórakozás, egy tök jó dolog, valamit alkotni, valamit kihozni a nullából, a semmiből. Az önt a zeneszerzés is, mert néha szoktam egy zenéket csinálni, és az is van, hogy nullából, a csöndből csinálsz valamit, ami aztán együtt szól a sok hangszer, és az tök jó. És a film is így van, hogy tudod, mondjuk közösen többen megalkotunk valamit, úgyhogy jó visszanézni, de még egyszer mondom, tehát a gyengeségeit azért már úgy azt mondom, hogy fú, ezt nem így kellett volna, ezt nagyon nem így kellett volna, tehát így szoktam hozzáállni. Sziasztok, Csanárosi Gábor vagyok, én játszottam Mosztát a Hosholmetszékben. 20-sok évvel ezelőtt volt. Talán akkor, ami színjátszókörben voltunk a helyi művelődéséhezben, és a Zsolti oda jött keresni embereket, karaktereket a filmhez. Talán így. Hú, sok volt. Hosholmetszék, Sohasem volt Glória, Einstein magasságán, aztán már a kamera másik oldalán, Sherlock Holmes nevében, Illúziók, nem biztos, hogy az időrend, Aura, és ennyi, ugye? Ő világosító voltam, egy jó kis csapatban, meg ilyen mindenes, amit a forgatásokhoz kellett. R1-es munkatárs, tehát R1 ide, R1 oda, és a többi, na most le kell pakolni, föl kell vinni, ilyesmi. Furcsa, szokatlan, ismeretlen, meg jó buli volt, igen. És mi kívülről fújtátok a... Hogy nem, mindig nagyon felkészítők voltunk, igen. Főleg a Gabó és én. Nem. A Gabóval például nem... Tartjuk a kapcsolatot, vele 5 éve beszéltem utoljára. A Zsoltival rendszeresen beszélünk, Tomival is most már ritkábban, Zozóval néha összefutunk egyszer-kétszer itt ott, mert ő meg dolgozik a városban fotósként. Úgy nagyjából annyi. Aztán ilyen alkalmakkor van nagy meeting, aztán találkozó. Volt persze, ez egy pici város, igen. Meg akkoriban azért eléggé feltűnő jelenség voltam ezzel a kinézettel. És ezt hogyan élted meg, hogy valaki elismert téged? Semmi extra, tehát azért jót rögtünk persze, azért Herro Pacsi, aztán csak. Tehát a színészi munkát nem nevezném színészi munkának, ugye a saját részemre gondolok. Nagyon jól lehetett szórakozni a filmen, a végeredményen, de hát tudjuk, hogy ez a film nem feltétlenül ilyennek készült. De amit lehetett a meglévő nyersanyagból, azt a Zsolti kihozta. Ugye már beszélgettünk pár szót erről, nekem sokkal fontosabb az az élmény, amit az adott, hogy egy jó csapattal forgattunk filmet, mint az, hogy ennek a filmnek, vagy akármelyik másiknak milyen utóélete van. Tehát nekem maga a társaság, a filmezés, a forgatás az, ami ebből élmény volt. Nem pedig a film, vagy annak az utóélete sikere. El kellett játszani. Tehát én vagyok az a típusú ember, akit nagyon-nagyon nehéz fölbosszantani, de ha sikerül, akkor kávé az, amit a filmben látsz. Sziasztok! Nevem Túri László. Úgy is kezdhetném az egészet, hogy volt egyszer egy videótéka, ahol összefozottam Bernát Zsolttal, akkor még csak film érdekességek után kutattam,
Majd elkezdtünk beszélgetni vele, és hát úgy néz ki, hogy egy hullám hosszan mozgunk, horrorfilmek. Hát nyilván az ember a 80-as évek, 80-as, 90-es években horrorfilmekhez nehezebb jutott hozzá, hogy illetve a videókorszak bejöttével ugye hozzá lehetett jutni kalózkazettákhoz, és már akkor ott remektünk a filmek előtt. De mindegy, a Zsolti a videótékában dolgozott, és hát ahogy megvillant egy kis filmet, azonnal mentettük le, valamint felhívta a figyelmemet, hogy van egy srác, aki iszonyat horror rajongó, és vegyük föl vele a kapcsolatot. Na, ő volt Juhász Pál, és hát ezt meg is tettük. Hát iszonyat gyűjteménnyel rendelkezett, és hát nem győztük cserélgetni. Visszatérve a filmre, a Zsolti művei közül a Fenyő Normandián kívül mindegyikbe szerepeltem, így vagy úgy, akár egy ilyen cameo éppen megjelenek szinten. Kárhozat, betörés, hasfalmetszők, soha se volt glória, sorolhatnám. Hát ezekben mind be ott voltam, egy villanásnyira is akár. Hát mit mondhatnék? Hát én is, mint bármely más tehetséges, szerény, meg nem értett színész. Ugye a színművészeti egyetem művészeti, illetve drámai szakán, illetve a Gornagy Mária színi tanoda berkein belül ugyan nem értem el egy eredményeket, mert ennek az is oka volt, hogy nem is jelentkeztem ilyen helyekre. Viszont, fontosnak tartottam megemlíteni, mint dolgozó, mint egy daruvezető kezdtünk bele ebbe az egészbe, Zsolti feldobta, csináljunk filmet. Jó, csináljunk filmet. Egy éjszakás műszak után kopognak nálam, azt sem tudtam, hol vagyok, hogy na, akkor gyere, megyünk filmet forgatni. Ülj a mindenit. Ez a betörés volt egyébként. És hát a betörésben, ahogy kinézek, az egy valós állapot volt, ugyanis akkor keltem föl, és tényleg álmos voltam, és azt se tudtam, hogy hol vagyok, és megkezdtük a forgatást, úgyhogy ez egy ilyen sztori volt. Hát nyilvánvaló, hogy a Palival, hogy felvettük a kapcsolatot, mondhatom azt is, hogy tulajdonképpen tőlük kezdtem el megtanulni azt, hogy kategorizáljam a dolgokat. Tehát nem úgy vettünk ki horrorfilmet, hogy most péntek 13, vagy teszem azt, rémálom az elmúlt szába, hanem már rendezőkre kategorizáltunk. Tehát eljutottam arra szintre, hogy ezt a filmet ez rendezte, az rendezte, Argento rendezte, akárki rendezte, és nyilván, hogy az ő műveire érdemes odafigyelni. Úgyhogy a gyűjteményeim, azok már szinte így kategorizálva rendezőkre kezdtünk el gyűjteni. Tehát Wes Craventől a Stephen Kingig iszonyat gyűjtemény összejött. Egyébként mai napig is gyűjtöm őket, bár nyilván nem DVD, mert ugye digitalizálódott a világ. Most már mindent Winchesterekre gyűjtök, úgyhogy mondhatom, hogy 10 000-es filmgyűjteményem van. Természetesen figyelem az eseményeket, folyamatosan nézem az IMDB-t, és nyilván kutatok rá jó filmekre, rengeteg a gagyi. Nyilván az ember elkezdi nézni, ezt a pár mondatos dialógus után kiderül, hogy most ezzel érdemes foglalkozni, vagy nem érdemes. Hát rengeteg emlékünk van a hasfalmetszőkkel. Hát csak, hogy mást nem mondjak, ugye kinn a kastélynál volt a nagy gyülekező, Nagyvenyimi kastély, Zsolti, nem tudom, hogy intézte el, a tulajdonos odaadta nekünk. Nyilván összegyűlt egy kisebb fajta banda, voltunk talán vagy 30-an és 30-40-en, és hát mondták, hogy hát kajak is kéne, meg víz is kéne, hát mondom, jó van, úgyis megyünk ki, kezdődik a forgatás, küldtem ki nagy oldal kenyeret, zsírt, minden, és akkor tulajdonképpen ott álltunk neki falatozni. Valaki hozott ki gitárt, ott bazsavágattunk, énekelgettünk, miközben folyt a forgatás. Ugye akkor jött meg a McFly is, a McFly például hozott egy nagy
kaptál süteményt is, azt hiszem meg pizzát is, ha jól emlékszem, és akkor nyilván mentek a bulik. Hát emlékszem arra, hogy ugye forgattunk lent is, fent is, volt egy padlás rész, ahol a hullák voltak szépen letelepítve, és hát ugye ott is, amíg a Zsolti intézgette a dolgait, addig mentek a poénkodások, idéztünk itt. Még a mondanom nem kell, a Lárpurlártól is idézgettük, ott poénkodtunk. És hát természetesen a forgatás az mindig a Zsolti irányítása mellett ment. Profin. Én nem is tudtam elképzelni, hogy látja át azt, hogy miután milyen jelenetnek kell következni. Hogy ez a fejébe hogy fogalmazódott, vagy hogy állt össze, azt talán ő maga se tudja elmondani, de megtette, megcsinálta. Hát nyilván tudtam, hogy nem Hollywoodba szántuk ezt a filmet. Poén volt, rengetegen voltunk, jókat ökörködtünk. Én nem rugaszkodtam el a földtől úgy, mint a paliék, hogy hú, ebből majd akár pénzt is szedhetünk. Nyilván tisztában voltam, hogy ezzel nem fogunk Hollywoodig eljutni. Poén volt, jókat röhögcsértünk, annyira nem volt rossz, nyilván egy kamerával pörögtünk ott jobbra-balra. Az akkori időben a pénznek és a lehetőségekhez mérten szerintem egész jó lett. Hát inkább vigyorgunk rajta, tehát nyilván nem fogunk megrémülni, mert annyira nem volt véres horror ez. Poén. Rengeteg emlék fel időződik bennünk, hogy ott jöttünk, mentünk, sőt, azt hiszem a végén ki is lettünk tiltva onnan talán. Valamit megtudott a tulaj, aztán mondta, hogy azonnal tűnjünk el. Talán egy poén volt, asztalos vagyok egyébként, a szakmám az. Kellett egy kellék a filmet, csináltam egy koporsót fából. És a Matyék pedig nyilván kreáltak egy hullát, tehát egy emberformát. Annyira élethű volt, hogy az akkori párom például le volt ültetve az ágyra, és fölmentünk a Csabiékhoz, és ott ült, és akkor bejöttünk, és akkor jó napot kívánok, még köszönt is neki. Most ez a hullaszerű tünemény, ez bele volt ültetve a koporsóba. A koporsó rá volt téve egy utánfutóra, és ugye jöttünk befelé a városba. Sorba az autóból, akik látták, mindenki mutogatott, hogy ott egy ember a koporsóban. Poén volt. Hát eddig is megtettem, Zsolti szólt, hogy figyelj, lenne egy film, nem jössz el, legalább ez, csak ennyi lesz a dolgod. Jó, hát ha van ide, melyve, persze. Végig Zoltán vagyok, a Cruelvör Team vágója és zeneszerzője. Benács Zsoltit mikor ismertem meg? A buszon ültem egyszer, és odajött egy faszi ilyen hosszú csávó, és azt mondta, szia Végig Zoltán, én ismerek téged. Mondom, biztos, hogy nem ismersz bazd meg. Erre mondta a Zsolt, hogy de bizony ismer téged, majd a bazd magadat vágjátok ki, oké? Mert hogy ismer engem, mert hogy honnan faszba ismertél Zsolti? Nem emlékszem. Valami ismer engem, és azt mondta, hogy vigyem be a tévében dolgoztam, majd a helyi kábel tévében dolgoztam, mint vágó és zeneszerző. Szóval Zsoltit megismertük, és mondta, hogy dolgozunk együtt, mert van egy film, és akkor dolgozunk filmen. Akkor elkezdünk csinálni horrorfilmet a Zsoltival, és az ilyen, nekem ez tetszett, mert nekem is kellett valami olyan, amit önmegvalósítás, tehát én magam valami, benne vagyok egyfajta csapatban, ami a közös munka, és együtt csináljunk valamit, és ezt tetszett igazából, hogy a közös megvalósítás öröme. Volt először az a horrorfilm, úgy volt, az volt a címe, hogy legyen világosság, tényleg, az volt az első film, legyen világosság, majd pedig a Kárhozat, ez két ilyen horrorfilm volt, ilyen nagyon faszak is horrorfilm volt, majd pedig jöttek ezek a Guy Ritchie-s, Tarantinos vonalon lévő paródia horrorszerű valami filmek, amiket így szerettünk csinálni, például ilyen volt Ashanszők. Volt egy ember, akkor nem sem beszélünk,
egy csomó ötletet ott behozott a filmjeinkbe, tehát volt egyfajta látásmódja, ilyen Gálics és Tarantinos látásmódja volt, és bejött egyfajta másodlagos, elsődleges kooperatív forgatókönyvírónak, és vele csináltunk egy-két olyan filmet, ami igazából így nekünk nagyon tetszett. Hasmetszők. Hasmetszők egy olyan film volt, ami igazából kihozta magunkból az állatot. Vér, belek, mocsok, egy egész kastélyt vagy kúriát tönkretettünk ezzel. Emlékszem, hogy volt egy ilyen kastélyszerű kúria, nem volt lakva, és a masztmesterünk, a Csaba, telebaszta ilyen ízékkel, ilyen véres szafatokkal, hullákkal, belekkel, korpuszokkal, majd az egészet ott hagytuk a végén. Igaz? Erre emlékszem. És az egész úgy ott hagytuk a végén, hogy senki sem mondta azt, hogy ki fogja kitakarítani az egész kastélyt, senki nem volt a takarításban, aki részt vett, és úgy maradt az egész ilyen belekkel, meg mindenféle csontvázakkal, meg vérimitációkkal, és emlékszem, hogy volt egy kis balé, hogy... A másik meg ilyen, hogy mennyire ilyen gyerekek voltunk még szerintem, hogy a Gansz a Zoliék részt vettek ebbe a filmbe, írtak egy zenét hozzá, meg vele is vannak a filmben. És a végén, amikor az volt a deal, hogy ők írtak zenét, meg kaptak tőlünk ilyen ízéket, ilyen repi kazettákat, ilyen nem tudom, 10 darabot. És ki vigye föl nekik ajándékba a kazettát? Én nem. Én se. Én meg a faszom viszi föl. Szerintem végül is, hogy körülfelhoz egy a kazetta, de senki nem akartam elvinni a kazettát a Zsolt a gansztáidnak, mert lusták voltunk, mint a barom. Hát igen. Zeneírás. Akkoriban még a zeneírás nagyon bonyolult volt, mert a mai technika nem volt rendelkezésre állva. Tehát hogy most én zenésznek, ugye van szántógépe, és ha van szántógépe, akkor megvan mindene. A szántógépben minden benne van. A programok, a hangszerelés, a mindenféle segédeszközök, egy szántógép elég, és ott van minden. Nekünk ez nem volt, ugye? Volt szántógép ugyan, de nem volt még ilyen hangszerparkunk, meg nem volt, nekem pontosan nem volt hangszerparkom, se semmi nem volt. Volt egy szántógépem, és volt egy Akai 5000-es szemplerem, ezt mondhatom, mert ezen reklám, hiszen már szart se ér. Tehát egy jó volt maga a cucc, tehát maga a szempler, egy jó volt, egy millió forintba került, és most pontosan nullát ér. Tehát nullát ér az a gép, ott van valahol, nem tudom hol, nulla forintba ér, nulla forintot ér. És akkoriban ez a szemplernek a memóriája 4 megabyte volt, mondom még egyszer, a memóriája 4 megabyte-os volt, és abban mi fér bele a hangszer, meg volt egy gitárom. Gitározni tudtam, dobolni tudtam, ez is így állt össze maga a zene, hogy gitároztam, meg a szemplerrel ráütöttem a dobott basztust, meg egyéb ilyen dolgokat, aztán így ki volt valami zene. Ja, meg volt egy szintezizátorom, Roland E16-os, Tamástól, a operatőr Tamástól örököltem egy E16-os szintezizátort, hát abban is ilyen moritka hangszerek voltak, de maga a hegedű, tehát maga a hegedű, meg a zongora, az kurva jó volt benne, nagyon jó volt benne. És ezzel úgymond egy ilyenfajta ilyen horroros ilyen zzzz ilyeneket lehetett csinálni, ami bármit fogtál, jó volt a horrorban, mert tök mindegy, hogy fogsz diszonás, az egész jó a szól, aztán kész. Aztán így ez volt a zene. Élveztük a dolgot, mert bármit csináltunk, ami ilyenk volt. Hát a lényeg az volt, hogy egymás munkáját úgy elismertük, mert mindenki meg volt a szerepe. A zene, a vágás, az is én voltam. Meg a zene, a forgatókönyvírás. Hát szerintem az volt a lényeg az egészben, hogy bármit csináltunk, örültünk neki. Nem voltunk profik, de amit csináltunk, azt szerettük. És ez volt a lényeg, hogy ebben a kori korszakban még tudtunk örülni a magunk is művészetének, és megvolt, összeraktuk, és eufória. Szerintem ez volt a lényeg. És ezért szerintem most, ha bekérdezett, hogy jövőn a jövőképünk, talán ezért nincs jövőképünk, mert olyan professzorsak lettünk fejben, hogy valójában ez csak gátja az egésznek. Tehát például a Hasmetszők és a Glória, igen, a Glóriában nagyon fasz a zenéket írtam, utána bejött egy professzionális zeneszerző, és onnantól fogva nem volt nekem már meg az íz az egésznek. Ja, a Sherlockot meg az Aurát is én vágtam, ami vágás technikában, meg vágás úgymond ilyen munkában szorokoztató volt, de az egész mégis ilyen néző volt már olyan kényszerített profiság volt. Volt a Zsolti a rendező, az már teljesen ilyen nem tudom, tehát így nyomta ezt a semmi se jó. Hát, volt egy jelenet, én voltam a vágó, egy jelenet, volt egy jelenet, valami erőműben egy gyerek befut a képbe és megáll. A főszereplő gyerek. Azt kb. Láttam azt a jelenetet, én ott a listában, 20-szor, mert semmi se volt jó a Zsoltinak. Befutott a gyerek. Ez nem jó.
Leftott még egyszer a gyerek, megállt. Bazd meg, hogy mi ez, nem lehet ezt, nem igaz, nem lehet ezt csinálni. Fussál be még egyszer a gyerek, szaladgált be a képbe kb. 20-szor, mire valamelyikén már csak jó lett, és úgy éreztem, hogy az meg ez nem lehet ennyire szőrösen már csinálni valamit, mert ott vannak egész éjszaka, és így semmi se jó. És akkor így azt mondtam, hogy ez már rovására megy magának az életérzésnek, amit akartunk belevinni. Egy hatalmas élmény. Tehát lassan leszük, mai napig egy kultikus élmény, minden kockája, minden poénja üt. Tehát így egy jó érzés. Főleg azért, mert mit csináltuk. Tehát valakinek a saját gyereke mindig a saját gyereke marad, és jó érzés. És az a nosztalgia, hogy megcsap minket ilyenkor. Tehát most láttam a plakátokat meg, néha benézek a filmbe, láttam régi ilyen vetítés, még a moziban, a nagy moziban volt az első pár vetítés. Az az életérzés, ami a fiatalságot jellemezte, az hiányzik valahol. Tehát pont az hiányzik, az a fiatal életérzés, amitől fiatalok voltunk, és csak csináltuk ösztönösen, és nagyon hiányzik, tehát az a dolog. Nem tudom most valójában mi hiányzik, hogy a fiatal volt a magas kékszemű, vagy az hiányzik, hogy egyszerűen csak jó volt csinálni. Úgy tekintek rá, hogy egy hatalmas élmény volt, és köszönhetem ugye a stábnak, a Zsoltnak, hogy ebben belerángatott. Meg így mindenkinek, aki ebben részt vett, és csak ilyen jó érzések voltak rajtam keresztül. De amikor bemegyek a gimnáziumba, a régi gimnáziumba, és megérzem azt a fiatalságot, amikor akkor voltam. Persze akkor nem értékeltem még azt, hogy fiatal vagyok, most mindig azt szeretnék lenni, aki akkor voltam, amikor azt szeretnék lenni, aki most vagyok. Hogy van ez a hülye szava? Sziasztok, Bod András vagyok, és most tudom, általános kilométergyűjtő, tehát minden létezhető járművön kilométereket szedek össze. Zsoltékkal, nem tudom, 40 éve, nem tudom, akárhány éve, nagyon sok éve találkoztunk, és ismerkedtünk meg tulajdonképpen, és aztán 2000 tájékán, mi akkor főleg betűk egymás mellé helyezéséből éltem, vagyis újságot írtam, és a Nyulasi Zsolt barátommal és fegyvertársammal elkerültünk a Magyar Narancsba, az akkori Mancsba igazából, és ott lettünk sok más mellett ilyen évfelfedezetjei, meg egyébként utazgató riporterek, és hát elsősorban kies városunkat igyekeztünk megmutatni a országos közegnek, és hát ennek az egyik eleme volt az, hogy akkor jött a Asfalmetszők, és akkor gondoltuk, hogy arról egy kis recenziót készítünk, nyilván tágítva egy kicsit a kört azzal, hogy megmutatjuk azt is, hogy egy ilyen abszolút nóköltségből dolgozó társulat hogy tud működni. És hát ugye akkor láttuk a filmet, meg akkor volt egy díszbemutatója, egy elég komoly nagy bemutatója, és hát ugye nekünk, mint abszolút lokálpatriótáknak piszkos út tetszett, hogy minden itt a városban és a környéken zajlik. Mai napig nagyon-nagyon értékelem azokat a poénokat, amik ilyen érdekesen, mit tudom én, hol amerikai, hol valami más környezetbe helyezik az egészet, és akkor közben utazunk a kamerával, és látunk egy Warburgot a római körúton, ezért nem tudom, szóval ezek a mai napig tényleg megzokogtatnak elég rendesen, és ezeket nagyon bírom. És itt aztán nagyon össze is barátkoztunk mindenkivel végül is. Hát a mai napig tartó, tényleg komoly barátságot ápolok itt elég sok mindenkivel. És aztán addig, hogy ahogy a Bernát szoktam mondani, ugye összeszedtem azt a megfelelő mennyiségű pénzt és más fajta korrupciós eszközt, amivel be tudtam kerülni az egyik moziba, ez volt az Einstein esetben, és hát ott akkor belekóstoltam abba, hogy milyen ez belülről is. Hát én szerintem ugye ezt mindig a korába kell helyezni, azt gondolom. És
Hát én mondjuk nem biztos, hogy horror filmként értékelném feltétlenül, annak ellenére, hogy nyilván ez a szándéka a filmnek. Én mindig úgy nézem ezeket a fajta dolgokat, hogy ezek nem béna snittek meg jelenetek, hanem ezek szándékosan egy kicsit, hogy mondjam, ilyen idézőjelbe tett poénok. És mint ilyen, én azt gondolom, hogy abszolút egy kor lenyomat, nagyon sok fajta értelemben. És hát a tökéletes megmutatása annak, hogy hogyan kell 12.000 forintból egy nagyjából 50 perces filmet elkészíteni, nagyon sok önkéntes szándékkal, nagyon sok jó szándékkal, nagyon sok akarattal, stb. Nem beszélve arról, hogy szerintem azok a bizonyos maszkmesteri és egyéb dolgok, amik ugye itt ki lettek találva és amik meg lettek valósítva, Miokovics Brothersnek köszönhetően elsősorban, amennyire vissza tudok emlékezni, azoknak szerintem akárhol és bárhol, szóval ahhoz képest, hogy hanyat írtunk, teljesen megállták a helyüket. És szerintem volt benne egy-két olyan alakítás, egy-két olyan pillanat, egy-két olyan fordulat, ami piszkosul megérte az egészet. Ugye, hát a hasonlómetszőkkel kapcsolatban nekem biztos nincs, mert ugye ott én nagyon, nem is tudom, hogy voltam őszintén szóval. Mi ugye annak utólag kerültünk be a sodrásába, amikor már ez kész produkció volt. Úgyhogy én a forgatásról gyakorlatilag valami keveset tudok. Amikor az Einstein volt, hát ott volt nagyon sok sztori, meg mi egyéb. Azt nagyon-nagyon végtelenül szerettem azt az egész dolgot, meg azt az egész melót, ahogy az ment. Szóval Zsoltának van egy érdekes módszere szerintem, és ő abszolút fanatikus, tehát ő így született, így él, és így fog élni, amíg csak tart a produkció. Úgyhogy kiemelten nem tudok a filmből semmilyen sztorit, mert mondom, nem jártam arra. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. Akadémiai székfoglaló, megbújt. És azt hiszem ennyi, ugye Zsolti? De ne beszélj hozzám, jó? De miért? Mert én nem vagyok itt a... Ki lehet szólni a képből. De nem szólunk ki a képből. De ez már megvolt, majd összevágják. Nem volt meg. Nem, legyen esnit. Nekik akarok jót, neked nem? Ő a rendezőtök egyébként. De nekik akarok meg. Tom. A hasonlatszívja van egy jelenet, hogy megfogják a pisztolyodat. Azt hogy élted meg, azt a jelenetet? Az jó volt. Mit? Nem is megyek rád nézni. Ami, azt most csinálják, nem nézzél rám. Zoli, kimegyek, jó? Beszélgessetek csak. Persze. Oké, hát én vagyok a... De Zoli, tudod, kusoljál meg. Hagyj egy kis szöldet, hogy tudjanak vágni, az nekem. Tényleg dolgozott 74 évad vagy. Vége Zoltán vagyok, a Cruel World Team vágói. Meg, Zoli, nincs Cruel World Team, cool. Milyen fasz? Még mindig Cruel Worthy-nak mondtam, bazd meg. Igen, de most már szokja el oda. Akkor mi van, Cruel Worthy? Cruel. Jó, oké. De ez nem tudott azért, mert ezt kitértek el, nem? Hogy... De az volt a hibás. Elkezdett csávolni, hogy nem. Hát elkezdhetetek, hogy tele volt izvél ilyen mindenféle belekkel, meg vérrel. Egyébként, tehát az idő mindent megszépít, tehát én takarítottam egyébként. Te akkor nem voltál ott, de én takarítottam. De ez is sztarsztori, bazeg, nem? Tehát kitérdekel, hogy a gazdák nem kapták a gazettákat, mégis megkapták, nem? Igen, én helyesbitek, te vállaltad, hogy fölviszed a gazettákat. Semmit nem föl. Beraktad a csomagtartóba, ahol egy évvel később kerültem. Tényleg ott volt a csomagtartóba, összes gazdát ott volt a csomagtartóba. Mi a faszom ez? Jobban, nem tudom, hogy ragansz, ezek meg szittak az anyámat. Ja, igen, te vagy az itt. Megígértem, én meg azt hittem, hogy te régi izé odavittem, azt mondom, hogy rohadtul adtuk egy évig, akkor 10, nem tudom, 100 darab.